Azt gondolom, hogy a mai nap, 2012. június 15-e fontos mérföldkő a Vaskakubal Akadémia életében is. Kerestünk egy anyagot, amelyet úgy hívnak, hogy bronz, és nem kisebb szerepet töltött be életünkben, mint megváltoztat az emberi civilizációt. Kerestünk egy tárgyasult formát, amelyet úgy hívnak, hogy szobor, és képes arra, hogy a múlt egy pillanatát rögzíti, elhozza azt a jelenbe, és tovább építi a jövőbe. Megtanultuk, hogy a legendák önálló életet élnek, nem lehet őket teremteni, de nem szabad őket elfelejteni sem. Ennek a tárgyasult formája lett ez a szobor, ami mellettem áll. Méltó emléket állít Kubala Lászlónak, és reményt nyújt a jövő generációjának, hogy képviseljék a Kubala Akadémiát. Ők is lehetnek ilyen legendák, lehetnek sikeresek, ez nem kell más tenniük, mint akarni, küzdeni és játszani. Hogyha küzdenek, lehet, hogy veszíthetnek, de ha nem küzdenek, akkor veszítettek.